Sziasztok fiúk, lányok, eljött a nagy nap, végre a Ford Fiestánk, amit régen szerettünk volna itt a kereskedésben tudni, az el is jött ide hozzánk, egy Ford Fiesta, eredeti gyári ST darab, ez egy rendkívül szép és sportos jármű, 150 lóerős a gyári 2000-es benzines motor az autóban, jövő évig ugye májusig műszaki vizsgával rendelkezik. Nagyon sok extra van benne, hát próbáljuk majd mindjárt végignézegetni az autónak az extrait. Végvezetett szervizkönyves, látjátok Feri és Peti kollégám is itt vannak, szevasztok, ki vannak teregetve a kártyaink, látjátok, itt van az előző műszaki vizsgáinak a dátum, illetve a kilométer óra állások, garantált kilométerfutás, 135 000 kilométer van benne. Nézzük a további extrait, tükrök és ablakok elektromosan kezelhetőek, ugye szélvédő fűtésünk van, itt a kapcsolója is. Aztán van egy menes stabilizátor, ami nagyon jó, ha be van kapcsolva, hiszen ha odalépünk neki, egy nagyon-nagyon keményen meg elindul az autó, és igazi élményautózást tesz lehetővé. Majd ki is fogjuk próbálni természetesen a következő videónkban, egy rövid próbautat teszünk vele. Van egy nagyon jó kis gyáriból átalakított, ugye, vagyis abban egy GVC nagy fejegység, amit a gyári helyére tettek bele, ugye, és ez navigációs is, meg hát mindenféle CD-lemez, USB, iPod, Bluetooth, minden dolog van benne, és ugye még navigációs egység is. Az autónkban két oldalra digitális automata klíma van, 5 sebességes váltót találtok itt benne, gyönyörű alumínium pedálsolt, és egy bőr kormány ST felirattal itt előttem. Beindítjuk, és hallgassátok meg akkor az autónak a kellemes duruzsolását, hiszen az egy nagyon-nagyon nagy élmény. Ugye van benne bordkompjúter is, innen a kis bal kezünkkel tudjuk ide kapcsolgatni. A csomagtartót innen belülről ki is lehet nyitogatni. Az ülésünk az egy félbőr kárpitot kapott, nincs kikoptatva, ST felirattal mind a kettő, ugye. Nagyon szép, tiszta, kellemes illat van az autóban, nem dohányzós kocsi. Nézzük meg akkor az autót így kívülről is. Motorháztetőt azért kipattintom, még a szőnyeg is ST feliratos. Nézzük meg az autónkat kívülről. Tehát egy kék metál színű autót láttok, ugye Ozé Felniken, nagyon jó állapotú Michelin nyári gumiszettet találtok, amit még egy ideig lehet használni, de aztán nem sokára jön a hideg idő, és itt van itt egy gyári szett szintén, ezen nagyon jó állapotú téli gumikat fogtok találni. Ez az autóba fog hátul elrejtődni majd, ha végeztünk a bemutatóval. A gyári szethez tartozó rugók, illetve légszűrő szett itt van az autóban, és a kipufogó szett is, ami gyárilag rajta volt, az is nálunk van a zsebünkben, itt a házunk mellé támasztva, vissza, oda fogjuk adni a gazdájának, aki meg fogja vásárolni. Már csak azért is, mert ebben az autóban, vagy ezen az autón, itt hát egy komplet rozsdamentes kipufogó rendszer van, alatt egy sportrendszer, ami nagyon-nagyon kellemes duruzsoló hangot biztosít számára, és a gazdájának igen-igen gyönyörködtetős, nagyon kellemes hangot fog majd biztosítani. A járművünk szerintem teljesen korrekt, nagyon szép állapotú kocsi, nagyon mutatós autó, elől kötfényszórókat találunk rajta, és nincsenek megkopva lámpái, szép mutatós autó, szélvédője egybe van, és mondottam ugye, hogy ez szélvédő fűtéses. Kinyitjuk az elejét. Ugye innen hiányzik ugye a légszűrőnek az a pedele, de van ez a légszűrő, méghozzá itt szépen lefelé szalad ez a karbonnal bevont légszűrőház, és oda megy lefelé, méghozzá egy nagyon szép, nagy darab intercooler hűtő van itt alul végig az autónkon. És akkor lassan azt hiszem, hogy be is fejezzük a videót, mindenféleképpen tartsatok velünk, nem csak itt a próbakörön majd, hanem a csatornánkra szépen regisztráljátok be magatokat, és tartsatok velem minél többen, és ha tetszik az autó, vagy a videó, vagy bármi, konkrétan a jó idő is, akkor is nyomjatok egy ilyen jelet a végére. Ezt nagyon szeretjük, és nagyon köszönjük nektek. Tartsatok velünk akkor a következő videóra, a próbakörre is. A viszontlátásra, sziasztok!